Sziasztok srácok! Van egy rossz hírem. Sajnos az előző videó, ami ugye a Commander boss harcot is tartalmazta, meg minden mást, az sajnos facecam nélkül lesz, ugyanis gyökér telefonom megint nem tudom miért, de leállította a felvételt 15 percnél, és abban így a boss harc már szerintem nem igazán fér be. Na jó, lehet azért állította le, mert időközben betelt a hely ezen a szaros kis SD kártyán, most meg ugye beállítottam, hogy a telefonnak a belső tárhelyére mentsen. Így inkább, mint hogy elveszten a videó, akkor azt facecam nélkül rakom föl, most sajnos nem tudok mit csinálni, hát kurva jó, hogy a mai nap semmi nem jön össze, második videóban homályos lesz a facecam, harmadikban nem lesz, hát az meg mi jöhet még. Az, hogy új enemy típust találtunk, ezeket a pajzsos faszfejeket. Ez tisztára ugyanaz, mint a bulwark shield, akkor ezek a bulwarkok. Bazze, zseniális vagyok. De először akkor... ez az utolsó videó, amit ma a Lords of the Fallenről nyomok. Nézzünk el erre. Burned Watchtower. Nem tudunk bemenni, ahogy látom. Memorial. Hát, remélhetőleg valami shortcut lesz majd. Az a buzi onnan azért lövöldöz rendesen. Most azt nézem, hogy itt merre tudok elslisszolni még. Meg ugye ezt a challenge-et is teljesítettem itt. Hát nem akarom, hogy lemaradjon igazából, mert a boss harc is elég intenzív volt, jó volt, szép volt, minden volt. Faszom. Kurva jó, semmi nem jön ma össze. Remélem, most már semmilyen fennakadás nem lesz. Őszintén remélem. I must reach the signal tower on the other side of the graveyard. It's suicide, but I have no other choice. This is our only hope for help. If there is still a place help can come from. Hát lehet azért törni ezeknek a védelmét. Még megdögleni se vagy hajlandó? Na szépek vagyunk! Ó, baszki, erre a részre viszont élénken emlékszem. Na ezt még itt kurvára nem akarom. Mit én akarok? Az most az. Szépen fejlődünk egyet. 6434. Ja, egyet pakolunk a strength-re. Tudjuk használni a fate-et. Meg aztán, hát... magára a fate-re is kéne pakolni egy kicsit. Ugye a rage miatt, hát nem tudom, nyomjunk egy spell pointot. És akkor a prayerre pakoljunk egyet. Igen, és akkor így válik elérhetővé a rage. Az nekem mindenféleképpen kell, hogy a képességeket a B-vel tudjuk majd aktiválni. Hát igen, na szóval, akkor... hát itt fade-re fogunk most akkor pakolni. Nem fér ki még egy, bazd meg. Nem baj, jó lesz ez. Ugye több a magicünk így. Jó lesz ez, gyerekek. Most, amit tudni kell, hogy akkor erre még kurvára nem megyünk, majd hogyha a harmadik bosst is legyaktuk, akkor a worshipert is miután elintéztük, addig tök fölösleges. Meg ott volt az a Burned Watchtower régió. The villagers gathered in front of the monastery and demand sanctuary. We can't let any more in. We will starve to death. And Alice ordered us to close the gate. I understand his reasons, but he's a people. He's supposed to be the savior. Outer walls. Na igen. Egy gyors talpaló, hogy mit tud ez a prayer. Hogyha B-t hosszan nyomva tartjuk, akkor aktiváljuk. Jó, mondjuk nem úgy, hogy a közben szétszurkálnak.
Na, na jó, ezt hagyjuk viszont, hogy... Itt nem belünk foglalkozik. Nem használom olyan sűrűn, csak ugye amiatt fejlesztettem ki, hogy a Rage-et majd tudjam. Na, még egyet? Azaz. Ezekkel mondjuk pontosan szakszerűen nem így kéne elbánni. De egyelőre még úgy jók leszünk. Na, ez már az újraéledős fajtából van. Csodálatos. Remélem a telefon most végigveszi ezt. Ezért nem szeretem így a full HD-s rögzítést, mert... kurvára nem látom így a képernyőt, hogy most rögzít-e vagy nem. Hát bízok benne, hogy igen. És nem csak üresbe pofázok, mert akkor... Akkor átváltok a 720p-s megoldásra, nem érdekel. Nem fogom itt szivatni magam. Poison Resistance Shard. Másik oldalról zárva. Jó. Kikre lehet itt számítani? Á, te buzi, te lőttél belém, de ezek azért mindig belém tudnak ereszteni egyet. Ó, 1000 XP azért, mert meggyújtottuk ezt a szart. Nem rossz. Na, te honnan jöttél ide? Ha szabad tudnom. Mindegy, megdöglött, nem tök mindegy. Menjünk csak lejjebb, mert itt másfele nem tudunk. Ott le tudunk majd ugrani. Egyelőre azt offoljuk még. Nem tanúsítottál itt különösebb ellenállást, azt kell mondjam. Ajajajaj. Ja, bazza, a kis párnám így sincsen, aztán meg hanyat akarok itt dőlni a falra, kurva jó. Még egy láda. Buckler, Crest Shield. Nekem jó lesz majd ez a Commander Shield, igazából tökéletes lesz az. Most nyitottuk meg a shortcutot. Jól van. Ideig ez itt mind szép és jó. Ne, akkor szerintem ugorjunk le ezért a vacakért. Az előző részben pedig fele ekkorát estem és attól meg meghaltam. Ott szerintem az valami bug volt, vagy nem tudom. Guard's Greatsword. Ezt csekkoljuk le. 9-es strength, hát... Nem egy nagy történet, ahogy látom. Viszont hova lyukadunk ki? Már nagyon a temető felé vettük az irányt, ahogy látom. Graves need to be tended and never forgotten. Gladly will I care for the dead until the day I join them. Should I ever feel insecure? Ó, bazd meg, nem akartam még ide lejönni. Lehet ebből már is boss harc lesz, mert itt a worshiper van viszont. Hát nem tudom, akkor viszont váltsunk fegyót a izére. Fate-re. Nem tök ezzel már ezt akarom használni. És akkor pajzsnak meg mehet a Commander Shield. Mondom, pajzsnak mehet a Commander Shield. Viszont fatrollozunk. Vagy nem, ha jól emlékszem, ez a bosshoz se kell még a nagyon nagy szinten pajzs. Itt is inkább a dodge-ra kell még rámenni. Ja. Ebből itt nagyon boss harc lesz. Arra lesznek majd a katakombák, egy ilyen másik bejáraton keresztül. Human Skull quest item.
Na, hogy ez mire jó? Most igazából fingom nincs. Vagy lehet csak akkor aktiváljuk be a bosszt, hogyha fúra bemegyünk? Nincs semmi átvezető? Ja igen, csak mert erről jövünk. Jaj, ezt nem szeretem, ezt a támadását. Ilyenkor viszont menjünk hátra, mert... lebénít minket, és az nem jó. Amikor viszont ezt csinálja, tök mindegy, hol vagytok, one hitel titeket a faszba, ilyenkor be kell állni egy ilyen kis fedett részre, és akkor túléljük a dolgot. Ennyi a trükk. Erre is mire rájöttem, ráment az idegrendszeremnek a fele. Erről beszéltem. Ez nem volt egy... Na! Ne szopassuk már egymást. Könyörgöm. Ezek a kis gecik is még pont most jönnek. Jaj, ne, ezt nem szeretem. Akkor így játssza az agyát. De már a fél HP-ját levittük, de takarodj már a kurva anyádba! Nem akarok meghalni, akkor most már jó lenne elsőre kinyírni. Na ne! Bazd meg! Azt hittem elég messzire elkerültem. És viszont fussunk, mint egy fasz, Dark Lurker boss harc stílusba. Pedig szokott lenni átvezető ennél a bossnál, de nekem ugye pont erről kellett lejönnöm. Megint ezt a szart nyomja majd. Ez se szokta ilyen sűrűn azért. Hoppá, és a sajátjait is kinyírja effektíve. Na, itt meg úgy gondoltam, hogy kockáztatok. Gyerekek elsőre. Hú, bazd meg. Nem úgy készültem, hogy itt egyből boss harc lesz, de... jó tudni. Harmadik bossnak annyi. Most viszont tegyük már be azt a Commander Shield-et faszomba. A Tower Shield-ek azok ezt tudják, hogy ilyenkor egy ilyen kis pajzsfalat lerakunk, azt addig nem nagyon tudnak minket sebezni. Clawfinger. Megvan a fegyvere is. Human Skull. Ezeket így gyűjtsük be, azt akkor megmutatom a másik irányt, hogyha onnan lejöttek az eredeti terv szerint. Akkor... Mi a faszom? Akkor ugye van átvezető, tehát ezt ne így csináljátok. Jó, így is jó volt igazából, mert kinyírtam elsőre. Semmi probléma. Csak ezt nem így kellett volna. Itt pedig tele lesz majd enemikkel a temető. Például mini bossként a First Warden, ugye az első boss. Human Skull. Ilyen szar van itt, bazd meg.
graveyard has been plundered. The most damage is around the grave of this murderer, the Skinner. Was it the work of a thief, or has the murderer risen from his grave? Az még nobody akkor nem aktuális. Me, but this cursed soul needs to be put to rest. Hát jó. Most pedig még ennyi HP van, nem tudom mi a fasz tudunk még kezdeni. Keystone Crypt. Mentsünk csak egyet? Egyőre csak aktiváljuk a checkpointot. Human Skull. Ja igen, itt még elmaradt egy pár ilyen szarházi. Ezek mi a rákér? Inaktív még. Na mindegy. Ghost Merchant, Steel Dagger, Defiance. Nem rossz esse, és elég gyors. Ezeket a kis görcsöket viszont nem szeretem. Hallj már meg! Faszom. Erre itt még lesz valaki? Aha! Akkor ez aktiválódott be. Jól emlékeztem, hogy lesz itt egy ilyen challenge. Igen, itt volt az, hogy én a másik irányba húztam át a belemet. Block from the other side. Na, erre nem jöttem még itt rá, hogy ez mi. Na most akkor viszont az következik, hogy... ennyivel azt a challenge-et nem nyomul, mert ez már tényleg az aréna lesz. Most viszont lépünk egy-két szintet. Most az következik. Ja. 7150. Nem rossz. Azt mondja, a fétre kell 2. Király. Meg én még pakolnék egyet az Endurance-re is. Oké. Okay. És akkor a Rage-et is ki tudjuk fejleszteni. Ez viszont egy csoda skill, tehát egy olyan 8-10 másodpercig nagyobbakat sebzünk, mi kevesebb sebzést nyalunk be, és végtelen staminánk van, tehát ilyenkor a kétkezes erős támadást azt így meg is mutatom. Így ilyenkor... Látjátok? Ilyenkor mondjuk a Great Axe-eknek nagyon jó az ilyen forgós erős támadásuk, de eléggé komoly. Ja, ez volt egy 10 másodperc. Nem, nem egy rossz dolog. És kurva gyorsan regenerálódik már. Good. You've made it this far. I was worried. But I guess the scythe just couldn't keep up with you. I've faced worse. Néztem már szembe rosszabban is. Na itt ez a picsa is. Nálunk van a tőre, tehát elvileg odaadja most már a kulcsot azéhez a... Mi a rákom? Katakombákhoz. Na meg közben pillanat, ellenőrzöm, mert telóhoz még rögzíte. Helyes. Most a fő küldetésünk az lenne, hogy átmenjünk már egybe a Rogar világba, és a portált azt így kiófoljuk, hogy ne jöjjenek át többet lordok ide. De előbb én elcsinálok majd itt mást. Például a katakombákba ellátogatok. Separates our world from the Rogar realm. It leads to an abandoned temple. The Rogar are attacking from there. And Tanna's bay. How will this lead? It won't. Not yet. But when I say we. Igen, amikor azt mondom, hogy nekünk, egy téged értelek alatta, hát persze, hogy mindent nekem kell csinálnom. Enter the pathway now, Harkin. Find a way to stop. Rogar Lords. De megmondasz, ami hasznosat. Give them to me.
Now I don't have to look into the catacombs. Na, megvan a kulcs. Harkin, what is taking you so long? Ez a Hero Square-nél lesz ott a Commander-nél, és itt ugye nincs olyan dolog, mint a Dark Souls-ból travel-elhetünk. Sajnos, ez egy ilyen kis nehezítés. Jó van, mindjárt. Mondom, először még nem megyünk erre, pedig úgy igazából az következne. Ez nem tudom, mikor lesz aktív, előbb nézzük azt az arénát viszont akkor. Nézzük azt. Ha jól emlékszem, a harmadik hullámban, összesen van három, lesz egy elég köcsög ellenfél. Azok a Rogar Knight-ok. Hú, folyamatosan fenn van a pajzsuk, és egyszerűen undorítóak. Ott az egyik könnyű megoldás az az, hogy használjuk ezt a Rage skillt, 2-3-at ráverünk a pajzsára, aztán szétszedjük. Kipróbálom. Mégpedig kétkezes majd. Proving Grounds. Na, kit küldenek rám? Hoppá, egy bulvarkot, meg egy ilyen... Juhúú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 ú
Damn target lock. Ah, buzikám, befostál? Az a tárgy, azt hiszem nem lehet nálunk kétszer, tehát hogy az mint a Dark Souls-ba, hogy farmolok mit tudom én hány millió Bulwark Shield-et mondjuk, ilyen nincsen. A harmadik hullámtól fogok fosni cifrán. Na, azért... Ott azt kéne, hogy először a kis köcsög enemit nyírjuk ki a Molten Knight-ra. Valamelyik videós, azt hiszem Fighting Cowboy így nevezte őket, hogy Molten Knights. Ott is jön. Nem akarom, nem akarom. Normál esetben ezt a hármas kombóját lehet kihasználni sebzésre. Na várjunk. Nem így gondoltam. Aj, bazd meg. Arra vigyázzunk, hogy van egy ilyen shield bashes támadása neki is. Na, most tudtuk sebezni. Hát akkor ezt egyelőre a favágó módszerrel nyírjuk ki. Nagyon veszélyesek, így az elején. Ó, meg ahogy látom, ennek gyors fegyverünk van ahhoz, hogy időnként egy-egy ilyen potyavágás bebasszunk neki. Hagyjuk, hagyd támadjon ő, már folyton rámegyünk, előbb-utóbb nyomja ezt a shield bash utána előre szúrás kombót. És az nem jó. Elég komoly egy gyerek egyébként. A katakombákban lesz egy pár ilyen. Korábbi rossz tapasztalatokból. Folyamatosan fönn van a pajzsa. Ujjajajajaj, már nem kell neki sok. Nem megyek rá folyton, mert előbb-utóbb nyomja azt az undorító szart, amit mondtam. Ahogy látjátok, elég sok XP-t kaptunk. Ez a Rage, ez majd inkább a Great Axe-eknél lesz jó. Azért persze így is faszom. Backbreaker armor. Na már ezért megérte. Havel gyűrűnek föl lehet fogni.
És kaptunk egy spell, meg egy attribute point shardot. Ellőjük, hol a spell point shard. Király. Királyság. Nagyon fasza. És most akkor húzhatunk is vissza igazából. Már 25 perc nyomon, visszalépek a... nem is tudom. Volt ott egy rész ott a Citadella mögött, ahol mondtam, hogy még nem megyünk, de most oda fogunk menni. Ott is lesz egy-két ilyen Rogar Knight, azokat is így, majd így óvatosban megpróbálom kicsinálni. Aztán... utána meg akkor a katakombák jönnek. Ott is óvatoskodunk egyet-kettőt, aztán megjön a Rogar világ. Tehát összességében nem haladunk rosszul így a játékba. Haladhatunk is visszafele. Most viszont újra fog termelődni itt az összes buzi. Az igen, szanyat kúrtuk. Na, kelj már föl. Nincs időm rád. Aha! Ez volt az a shield bash. Futás közben felemeljük a guard opciót. Egyébként ezeken a Rogar Knight-okon is ez az, amit így alkalmazni lehet. Csak annyi, hogy gyors fegyver kell hozzá. Na, jó van. Nem kell se vagy sebésznek lenni, csak hozzá kell szokni a játékhoz inkább. Annyi a lényeg. Jó, megdöglöttél. Ó, és nem fetrollozunk. Hú, de király. Ehhez viszont mindig kéne egy kulcs. Nem az a katakombás szar. Dir. Hát igen. Fejlődünk egyet. Aztán a következő részben meg itt niggerkedünk egy kicsit. Na, 2709. Mi a faszomra pakoljak most? Attribute points. Endurance-et jó, és innentől kezdve én úgy nem igazán fogok rá pakolni. Rage. Van egy spell pointunk, akkor még nem tudom használni. Ja, fate kéne hozzá. Bazd meg. Akkor viszont a remre ráküldhetjük, mert nekem a quake az még fog kelleni. Tehát most akkor fate-re pakolunk, meg... mi a rákomra? Strength-re kéne. Ja, mondom, egy még belefér. Most csak nézem a statokat. Equip Burden 2-vel nő. Nem rossz ez, már így kezdünk alakulni. Ez így kettőt ad hozzá. Jó, menjen inkább strength-re most. Na, így már egyből több kedvem a játékhoz, hogy jobban is megy. Akkor a kövi részbe itt majd lerendezzük azt a pár gyökeret. Aztán pedig visszamegyünk és azon a párkányon lévő ajtót majd kinyitjuk, mert szerintem az a katakombás kulcs az oda fog kelleni. Van egy olyan sanda gyanú. Természetes, hogy később szerezzük meg a kulcsot, azt akkor jóval vissza kell menni. Tipikus backtrack-es logika. Addig is viszont srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, András voltam. Sziasztok!